látszólag ez, a, ez az ifjú pár dolga, a szülőpáré, ugyanakkor, ha vettétek az eddigi szemléletet, akkor az jött le, hogy ugye az erőforrásoknak a nagy egyesítése. Hát az egyik fajta egyesítése az erőforrásoknak, hogy illeszkedjen a vezeték névhez a keresztnév. Tehát a hangrendben hasonló legyen, meg egyéb módon, azaz, hogy akusztikailag, fonetikailag illeszkedjen. Ez az egyik. A másik a közös identitásnak az ilyen tudattalan rétegei, hogy jaj, de jó, azt mind a ketten szeretjük. Ja, azt egyikünk sem, mert mind a ketten ismertünk olyan nevet. A harmadik, az a társas dimenzióbeli közös identitás. Tehát ugye emlékezzünk, hogy voltak ilyen nagyszerű szokások, hogy a gyerek nevét a keresztszülőtől kapta, vagy azt a nevet kapta, amire keresztelték, és azért azt a nevet kapta, mert igyekeztek a keresztszülőhöz kötni a gyereket, hiszen hogyha valakit úgy hívnak, és ugyanazt a nevet kapja a gyerek, nyilván ugyanazt a keresztnevet, akkor azért az bemozdítja, és ugye a keresztszülőség az hagyományosan azt jelentette, hogy a szülők baja esetén a keresztszülő vállalja át a gyereket. Hosszabb, rövidebb, örökre. Na most, hogyha az én gyerekemet azt mondják, hogy megkereszteljük a gyereket, és Lajos lesz, de úgyis Bence lesz, szóval Lajos lesz, akkor én azt mondom, hogy igen, és a gyerek Lajos Bence, mert úgyis Bencének fogják hívni. De ha azt mondják, hogy Miklós, azért hívjuk a gyerekünket Miklósnak, mert te vagy a keresztapja, és azt szeretnénk, hogyha velünk baj történik, akkor viseld a sorsát, akkor, és a gondját, akkor azért az annak van súlya. És hogyha mondjuk Csatlós Miklós a neve, és egy kicsit furcsán hangzik, de vállalják, mert én Miklós vagyok, akkor engem megszólítottak, hozzá kötöttek a gyerekhez, elkötelezetté tettek. Lehet, hogy mással, más igényli ezt a családi rendszerben, ugye hagyományosan a nagyszülők nevét, vagy a szülők nevét is szokták adni, az is így végigmegy. De mindenképpen van ez a nagyon jelentős funkciója, hogy a hordába, a családi rendszerbe, a közös identitás rendszerbe beleilleszkedik. Akár úgy, hogy a család, a két származási családból választunk akár két nevet, a két nagypapa nevét, akár úgy, hogy a társas dimenzióból a keresztapa nevét, meg egyetemi évfolyamtársam volt, vagy bármi egyéb okból. És a negyedik az pedig a keresztnév az egy identitás hordozó, hát azért a keresztnevekhez tartoznak szentek, és a szenteknek van élete, meg van mondani valója, a szentek egy ilyen, tulajdonképpen egy identitás kifejezői, mondjuk a Péter a kőszikla, a Pál a hitbeli szeretett fordulat, és hát mindegyiknek van egy ilyen jelentése, amit ugyancsak érdemes figyelembe venni, hiszen ez megint csak a közös identitásnak lehet az elmélyítése. Még akkor is, hogyha esetleg a gyereknek majd úgy tűnik, hogy az egy furcsa, vagy vicces, vagy ilyen-olyan név. Azért emlegetem a Bencét, mert a napokban olvastam egy olyan cikket, hogy
a nevek elbencétlenesítése, mert hogy mostanában 5 éve vezeti a keresztnévlistát a Bence, és ez nagyon zavarja a Bencéket is, meg azokat is, akik Bencének keresztelik a gyereküket, vagy akik Bencének keresztelték. Tehát ahelyett, hogy azt néznénk, hogy hol helyezkedik el a népszerűségi listában egy keresztnév, vagy hogy milyen hangzása van, ahelyett érdemesebb azt nézni, hogy melyik keresztnév egyesíti leginkább a családi erőforrásokat. A hangzásbéli örömet, az elköteleződést, a hagyományokat, a önazonosságot, ezek mind-mind fontos tényezők, és lehet, hogy először furcsán hangzik majd az a név, amit a gyerekednek azért választasz, mert ezzel illeszted be legjobban a családi rendszerbe.